Jaj, bocsi, nem akartam porolni, csak hát tudod, játszom még mindig. Én már attól megörülök, hogy már megint a partvis van itt. Remélem, ti nem. Egy csomó izgalmas játékot lehet csinálni ezzel a szuper takarító cuccal. Biztos, hogy nem örülnek meg, mert most itt nincs a fejükben a könyv. Már egy ideje. Ó, nagyon jó, visszalakjuk. Hát majd egy mindjárt nem sokára vissza fogjuk tenni. Hát de lehet, hogy aztán az ott ők ezt gyakorolják, nem gondolod? Hát nagyon reméljük, hogy ezt gyakoroljátok. Nagyon jó. Na hát akkor nézzük. Na nézzük, mit hoztunk már nektek. Nem lesz sem bonyolult, sem egyszerű. Vagy hát kinek mi a bonyolult, kinek mi az egyszerű. De egy azért mégiscsak összetett dologról van szó, ami egyszerűnek tűnhet. Mondd ki, hogy mit csinálok én most? Sepreget. És van ilyen a tangóban? Ugye? Ti is emlékeztek rá. Hát, hogy így sepregetjük egymás lábát. Na, csak nincs ott a lábam. Hát, na valami ilyesmiről lesz szó. Majdnem. Jó, nézzük meg, hogy működnek a lábseprések. És amúgy ez a szuper jó tárgy, amire úgy hívjuk, hogy tenger. De most hozol magadnak valami? Na már megint a felmosó, de hát ezzel nem lehet tudsz seperni. Megpróbálom. Jó. Tehát, hogy ugyanaz a játékok vannak, amikor már annyit gyakoroltunk, hogy például ezzel tudtok sétálni előre, hátra, el tudjátok forgatni, tudtok körülötte lépni mind a két irányba, sőt, most már tudtok körülötte menni. Ugye? Tehát ezeket mindig csinálsz. Viszont beszélgettünk már a szabadlábról is. Igen, már volt szó a szabadlábról is. Jó, hát akkor nézzük meg a szabadlábnak, hogy tudnánk ebbe használni. Melyik a szabadlábod? Hát amelyiket kijelölöm. Oké. Szóval, hogyha jól vettük fel a távolságot, meg a keretet, akkor azt a lábad, amit kijelölt, azt hozzá tud érinteni a felmosó rongyodhoz, ugye? Uh-huh. Mi történne akkor, hogyha ezt itt hagyod, és csak szimplán elhúznod a lábadat oldalra? Ugye? Az egyik irányba semmi, a másik irányba majd felrúgtuk a partvist. Teljesen jó! Na, most próbáljuk meg azt, hogy kitesszük, de miközben abban az irányban, melyik irányba szeretnénk elfordítani a partvist, vagy a felmosolondot, abban az irányba megcsináljuk az egyharmados forgást is. Közösen együtt. Szupi! Majd tegyük vissza. Jó? Megoldható ez úgy, hogy abba az irányba, amelyik irányban szabad a lábunk, amelyik irányban betettük arra az oldalra, abba az irányba húzzuk el a lábunkat most csak, kérlek szépen, húzd el, szuper, akkor így nem történik semmi. De miért nem? Mert a felső egyharmad az nem mozdul. Hát akkor most tegyük hozzá, hogy elhúzzuk, és együtt a lábbal visszük az egyharmadot is. Majd szépen visszatesszük. Na ez mit szólsz? Izgalmas lesz. Amire talán nagyon fontos lesz odafigyelni, nem talán, hanem biztosan, ismét a csípők és a központ felette. Ahhoz, hogy könnyedén meg tudjuk ezt oldani, anélkül, hogy mindenféle imbolygások lennének, szükségünk lesz egy nagyon stabil tartólábra, ami folyamatában tolja el a talaj, amin a csípő, pontosít a, bocsánat, a központ izomzat ismét erősen tart, és tudja lefelé folyamatosan közölni az energiát, de természetesen fölfelé is, mert ugye ez akkor is nehézséget okoz, hogy hiába vagyok stabil lefelé, ha így állok, akkor nagyon könnyen el fogom tudni veszíteni a tengelyemet, vagy a stabilitásomat. Így is nagyon könnyen el fogom tudni veszíteni. Tehát arról, amiről eddig beszéltünk, továbbra is nagyon szükséges lesz, hogy figyeljetek, könyv jöhet, ugye? Javasoljuk a könyvet. Ezen túl a másik fontos dolog még az lesz, hogy figyeljetek arra, hogy ne mocorogjon sehová se ez a tengely. Ez a tengely valóban legyen egy merőleges a padlóra, és ez legyen az, amit mozgattok folyamatosan egy stabil kerettel, jó? Ismét a keret nem mozdul. Hogyan tudjuk a szabad lábunkat mozgatni? Mire érdemes odafigyelni? Amikor a stabil tengelyünket tartjuk a tartólábon, ugye arról volt szó, hogy a csípőnk, a csípő lapátjaink maradnak párhuzamosak. Valójában az ez alatt lévő izmok, amik itt a combban vannak, ezeket fogjuk ismét használni, de nagyon figyelnünk kell rá, hogy tényleg csak ezeket. Jó? Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy már fölötte elkezdek használni bármit is, abból lesznek ilyen érdekes, hát nem is tudom milyen formák, jó? Vagy milyen mozgások. Lényeg az, hogy amikor kifele indítok egy mozgást, nagyon figyelek, hogy valami húzná
az izomzatomat és a testemet. Amikor pedig visszafordítom, akkor mondjuk, hogy nem tolná az egészet. Jó? Kicsit, ez egyébként fiziológiailag nem biztos, hogy igaz, nem biztos, hogy nem tupi, egy szíves Béla fog meg, egy kicsit olyan érzetem van, mint hogyha ezek az izmok lazulnának lefelé és nyílnának kifele, majd záródnának. Vagy erre felé záró, még jobban záró, nem mondjuk, hogy ilyen keresztezik egymást. Ezek nem teljesen igazak így, de talán így tudom a legjobban szemléltetni. És még egyszer, nyílik ez, egy nagyon kicsi, persze csak nem tud nyílni, de még egyszer mondom, ez az érzetünk van, mint hogyha nyílna és záródna. Természetesen igaz, mind a két oldalra. Szuper. Na akkor gyakoroljuk ezt még egy kicsit. Jó, hát akkor gyakorolgassuk. Tehát meg vagyunk, elmegy, egyharmad, vissza, egyharmad. Nézd, és próbáld meg átérni a lábad, és akkor tudsz vele játszani. Tak, 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 tak. Ezeket, hogyha esetleg ezzel szeretnétek játszani, ezeket mind megpróbáljuk térből megoldani. Jó? Természetesen használjuk a hosszanti combizmokat, de leginkább nézzétek, csak térből történik ezeknek a mozgatása, hogyha esetleg ezzel szeretnétek játszani. Megmutatjuk nekik? Párban is? Szerintem mutassuk meg. Hm? Na. Szóval, elkezdünk sétálni, megérkezünk, itt majd lesz egy trükk, majd ezt másra elmondjuk, de hogy nézzétek, az egyharmadnál vissza van lábam, visszahozom a lábam, de hát így is meg tudjuk oldani, vissza van lábam, visszahozom a lábam, ugye? Uh-huh. Szuper, menjünk meg a másik irányba is, vissza van lábam, visszahozom a lábam. Vissza a tengelyt és a lábam, egyharmad, visszahozom a lábam. Na, mit szólsz hozzá? Én nagyon szeretem ezeket, olyan viccesek. Természetesen figyelnünk kell rá, hogy a szabad láb valóban szabad legyen. És még egy fontos dolog nektek követők, hogyha tudtok otthon így gyakorolni, hogy most megmutattuk, kérlek benneteket, figyeljetek oda a vezetőre. Ne csak tudjátok azt, hogy most ez lesz, és ezt kell csinálni, hanem figyelj rá, érezd ezt, hogy megérinti a lábadat, és abban a pillanatban vedd fel a kapcsolatot vele, és ha érzed a felső testében az egyharmados fordulatot, akkor pedig reagálj erre. Csodásan fog szerintem működni. Ez így igaz. És most én itt szeretnék még egyetlen mondatot, visszahozom az eszközömet. Mert a Kata azt említette meg, hogy természetesen urak vagy vezetők, mi ezzel tudunk szórakozni, és azt is tudjuk úgy mondani, hogy itt a padam, 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 trükközzetek! Vagy azt is tudjuk, hogy padam, 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 padam. Erről beszéltél, ugye? Uh-huh. Aztán ezt egy jó zenére is lehet tenni, Jézusom! Hát más is próbálkozok, gyakorlom. Én? Nem. Sziasztok!